Tisztelt honfitársaim! Nehéz, keserű, de a végén mégis reményteljessé váló esztendőt hagyunk magunk mögött. Egy olyan évnek intünk búcsút, amely fizikailag eltávolította, de lélekben mégis összehozta az embereket. Ismét bebizonyosodott, milyen sok hőse van ennek az országnak. Tanárok, akik kormányzati segítség nélkül tanították gyermekeinket. Nővérek és orvosok, akik zokszó nélkül teszik a dolgukat. Szociális dolgozók, boltosok, sofőrök, óvonők, bölcsődei dolgozók, szinte nem is lehet felsorolni, hányan vannak, akik önzetlenül magukat sem kímélve tették, és teszik a dolgukat. Sokan azonban elveszítették a munkájukat, megélhetésüket. És nagyon rossz ezt kimondani, de a kormány cserben hagyta az embereket. Cserben hagyta őket, mert szinte semmit nem adtak azoknak, akik ma egyik napról a másikra élnek. Az emberek megmentésére, a gazdaság fellendítésére szánt sok-sok milliárdot a Fidesz rezsim űrkutatásra, focira és vadászkiállításra költötte. Vagy egyszerűen szétosztották a pénzt egymás közt. De cserben hagyták az embereket a járvány elleni védekezésben is. Ingyenes tömeges tesztelés nincs, és nem adnak 100%-os táppénzt a fertőzötteknek. Amikor Orbán Viktor felhatalmazást kapott, az első dolga az volt, hogy a hatalma megtartása és a könnyebb lopás érdekében megváltoztatta az alaptörvényt és átalakította a választási törvényt. Most pedig, amikor már rengeteg, több mint 9000 honfitársunkat elveszítettük, Orbán Viktor azt mondja, ő nem vállalja a felelősséget. Cinikus hatalmi játszmát folytatnak az önkormányzatokkal, és elveszik a pénzt azoktól a városoktól, ahol az ellenzékre szavaztak. Elvesznek onnét, ahova adni kéne, és azoknak adnak, akiknek már amúgy is bőven van. Mindeközben szégyenbe hozták az országot. Gestápózással, gázkamrázós nácizással, vétóval, zsarolással és eres csatornán szökéssel. De ez az év nem csak erről szólt, mert ebben az esztendőben sok demokrata lelkében felébredt a remény. Az ellenzék pártjai megállapodtak, hogy összefognak a Fidesz ellen. Előválasztásokat tartunk, és minden választókerületben egyetlen közös ellenzéki jelölt áll majd a Fidesz jelöltjével szemben. Közös programmal, közös listán, közös miniszterelnök jelölttel és közös akarattal készülünk, és le fogjuk váltani a Fideszt. Minél többen állnak mellénk, úgy leszünk egyre erősebbek ahhoz, hogy a következő országgyűlési választásokon véget vessünk a Fidesz rezsim hatalmának, és szabad, szolidáris és igazságos országot teremtsünk. A Magyar Szocialista Párt nevében ezúton kívánunk Önöknek olyan boldog új esztendőt, amelyben együtt váltjuk valóra álmainkat, közös jövőnkért, Magyarországért.